olyan hangosan szólt, és az új óra is olyan hevesen ketyegett, hogy a szív bizony nem tudta megérteni ezeket a szavakat. Üdvösen csak ennyit mondott. Jöjj hát be, leülhetsz ott hátul a sarokban, de jól vigyázz, hogy ne zavarj engem. Jézus helyet foglalt a szív leghátsó sarkában, de még itt is zavarta azokat a vízes vendégeket, akik előtte érkeztek. Jézus arra gondolt, hogy Betlehemben volt, Betlehemben sem volt számára hely, és csak várt. Jézus közöttünk is keresi, kedves gyerekek, kedves felnőttek, a barátait. Hozzánk is eljön vendégségbe. Leglátványosabb van ugye az első áldozáskor. Olyan barátokat keres, akik vele élnek, és Isten örömhírét terjesztik. Jézusnak is vannak elvárásai a barátaival szemben. Neki nem kell az ünneplő ruha, nem kell neki az ünnepi ebéd sem, sem a táskarádió, sem a pénz, sem semmiféle ajándék. Mert bizony jól tudja, hogy nem ez a lényeg. Neki más kell, a mi szívünk. Hogy is mondta ő a történetből? Emlékeztek még rá biztosan. Nekem minden helyre szükségem van itt nálad. Te magad kell lesz nekem. Te magad kell lesz, és senki más. Sajnos sok gyerek, de sok felnőtt sem akarja ezt. Jézus csak a sarokba szorítják, jó esetben a sarokban adnak neki helyet, de nagyon sokszor még ott sem. De Jézus akkor is csak vár. Vár az alkalmas pillanat. Thank you.
vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez egy nagy beszélgi, mi ne lehetne.